زنبوری شما اوربان آندریا who is reaching for the sky just to surrender and then sweeping up the jokers that he left behind you find he did not leave you very much not even laughter McCabe és Mrs. Miller watching for the card that is so high and wild you'll never need to deal another He was just some Joseph looking for a means. További magyar hangok. Bordás János, Melis Gábor, Simon Eszter, Szatmári Attila, Bolla Róbert, Juhász Zoltán, Rosta Sándor, Csénémet Lajos, Varga Tamás, Tóth Roland. Fényképezte Zsigmond Vilmos. I was a stranger. I told you when I came, I was a stranger. Stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the Zene, Leonard Cohen. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling. A forgatókönyv Edmund Norton McCabe című regénye alapján készült. And then sweeping up the jokers that he left behind. A forgatókönyvet írta Robert Altman és Brian McKay. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking. A filmet rendezte Robert Altman. He was just some Joseph looking for a manger. Jó estét! Mindig így van. Egészségügyi. Szentséges szűzanyám, őrizd meg tisztaságomat. Ne, maradjon csak!
Mondja, az ott a hány csajt. Adok egy üveg viszkit az én kontómra. Na, azt megnézem. Hogy fut utána? Pisztoly volt nála? Én nem láttam. Nem marad sokáig. Nem megy ez sehová ilyen. Láttatok, hogy tényleg? Milyen? Svédre volt. Honnan veszed? Svéd, ha mondom, jól megnéz. Segíts egy kicsit. Mi a felének hord ez magával a pisztolyt? Ő bezzeg, kap ingyen piát. Vizes az asztal, ura? Nem, annál azért gyorsan. Annál sokkal gyorsan. Az eső sem tudja, mikor kell abba hagyni. Menj innen, Kojl, hallod? Annak hoztam ezt a széket, nem hallod? Hagyd már békén. Játszunk inkább. Egészséges. Uraim, megnézik a patat? Hallgass már el! Mondja, professzor, nem valami viszkit emlegetett a maga kontójára? De igen. De igen. Patrick Sheehan vagyok. Enyém a kocsma. Kössünk üzletet. Hát, ez már mennyien fér a bőrébe? $3. Mennyi? Három. Inkább felezzünk majd a végén. Felezzük a nyereményét? A veszteségem is kell. Én biztosítom a helyet. Meg lehet, de én biztosítom a vendégeket. Ezek nem vesznek semmit. Hozzon az én számlámra a $2 üvegből. És akkor én állom a veszteségemet, maga pedig keres a viszkét. Ez jó? Hozd azt az üveget, Pet. Hadd lássuk, Pet. Na hát, adja tovább. Megvan mind az 52. Kár beléd az a viszki. Ebből ma már másnak nem jut. Figyeljenek! Maguk nem tudnak rólam semmit. És én sem tudok magukról semmit, úgyhogy kezdjük 5 centes alapban, jó? Kezdetek. Mennyi? Legalább 10 cent legyen. Jó. Köszönöm szépen, uram. Kezdjük már. Na, gyere, szállna. Tehát, a javaslatom az, hogy 5 lappal játszunk. 3 után licitálunk. És legyen mondjuk 15 cent egy nyitott pár, és az utolsó lap. Ha nincs ellene kifogások, ura. Most mondja, csak egyből. 15 cent. Kör 8-as. Ref 4-es. Pik 10-es. Káró 7-es. Pik 8-as. Pik bubi. Kör 3-as. Nos, barátom. Szívás. Csukd be azt az istenverte ajtót! Jó estét, tiszteletes úr! Nem mindegy. Te csaj! Mr. Sheehan, Mr. Elliot van itt. Mrs. Dunn? 15, nem? Jó estét, Mr. Elliot. Na nézzük. Szia, Freddy! Az operába készülsz? Smalley, nem szállsz be hozzánk egy körre?
Csak profi kártyásokkal szoktam játszani. Hát teszem a helyedet, Rabbi. Mi ütötte be a Smallyba? Mi már nem is vagyunk elég jók neki. Száraz bors. Jól haladnak a templom munkálatai. Beszéltem Anderson nővérrel. Kellene ide egy templom. Nagyon várjuk már, hogy felépüljön. Egy megképnevű fickó. Mi? Megkép. Honnan tudod a nevét? Ő mondta, George Shortridge-től hallottam. Ő honnan tudja? Nem tudom, gondolom megképtől. Na. Mi a helyzet? Nyerésben vagyunk. De biztos. Szóval csak a hangra. Egy italt az én kontómra, McCabe? Köszönöm szépen. Amikor bejött, nem mondta, hogy McCabe-nek hívják. Most sem én mondtam, hanem maga. De van el azért gyorsabb. Már sokkal egy picit. Pufi McCabe? A mesterlövész? Üzletember vagyok. Ma nem megy jól az üzlet. Ismerte Bill Rantreet? Mi ütött magába? Trágyába lépett, vagy micsoda? Bet, mi játszanánk, ha megengeded. Ez egy király. Ravasz van, mint a rókabárt. Tessék. Hozz te néhány körük helyettem. Csak nem el akarsz menni. Már is feladod? Nem. Mindjárt jövök, uraim. Mindjárt jövök. Tessék, jó ember. Nem osztasz? Próbáld meg nem szétszórni a lapokat. Hová? Sehová. Csak kíváncsi voltam, hogy maga hová megy. Ha annyira tudni akarja, akkor a kerítéshez. Ó. Oh. Igen, tényleg ő az. McCabe bizony. John McCabe. Na és? Más néven Pufi McCabe. Nagy híre van. Nem hallottam róla. Pedig híres ember. Miért hívják Pufinak? Egyáltalán nem is kövér. Honnan tudjam? Minden esetre ez az ember lőtte le Bill Rantreet. Az meg ki a fene? Én ismerem Bill Rantreet. Nem tudom honnan, de ismerős a neve. Nem jó újat húzni vele. Ez az ember, aki kint húgyozik, lelőtt valakit. Nagy híre van. Uraim, az ismeretlen kártyás nem más, mint John McCabe. Pufi McCabe, aki lelőtte Bill Rantreet. Szóval tényleg most nem nyerni akarok. Te hallottál már Bill Rantreet? Bill Rantreet mondtál? McCabe tényleg lelőtte őt. Le. Én ismertem Bill Rantreet. Ki az? Indult a kormányzói választáson Wyomingban, igen. Fingol sincs semmiről, Jeremy. Wyomingban? Ilyen időben úgy érzi magát az ember, mint a kutya a szélben a fa tövében. Az a tojás nyers. Az. Áruljanak-e valamit? Ki a föld erre felé? Séhenét minden ezen az oldalon. A kínaiaknak nincs semmiük, ők csak a bányában dolgoznak. És Joe Shortreed, JJ, Bill Cups és jó magam osztozunk a város másik felén. McCabe, meddig szándékozik itt maradni? Ezek a fiúk nagyon szorongatják a tökövet. Utálok távozni, hogyha veszítek. Akad itt szállás néhány éjszakára, jöjjön, megmutatom. Bocsánat. Ja. Mit szólnál ahhoz, ha levágnám a szakállamat, és csak bajuszt hagynék? Mi a fenének? Sok itt a sárga. Minden bokorban egy. Ki árul ópiumot? Én nem. Én viszkit árulok, nem is nézem jó szemmel az ópiumot. Nos? Szart.
Csináld azt, amit én. Borotváld le egy kicsit itt oldalt, egyenesen. Én oldalt? Azt csinálnám. Igen. Akkor sem aludnék itt, ha ingyen volna, és még egy San Franciscói kurvát is adna hozzá. Visszajött az osztó. Folytathatjuk? Foglaljon helyet, uram. Hé, Bart! Hogy lesz négyzet a körben? Nem tudom. Ha feldugsz egy lécet, az összvér seggébe. Akkor kell nyerni, fiúk, amikor nagy a tét. Hol van a viszki? Visszanyerem a pénzem. Hol a viszki? Hozzon a fiúknak egy viszkit, kérem. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. And it's you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Nézd, nem tudod, mit csinálsz megkép, semmi tapasztalatod nincs. Még kettő kell. Egyet talán még oda tudok adni neked, várj meg itt. Két, gyere csak ki! Őt elviheted, de csináltasz neki fogat. Rendben, mennyi a három együtt? Három, háromszor 80. 80 dollár egy szavka. Egy lovat is kapok 50-ért. 200 dollárt adok a háromért. Örülhetek, ha ez a gebe megéri a tavaszt. Jó, messziről jöttél értük, nagyon kellenek neked. Archer, Archer, ne dumáljunk mellé. Semmit se tudsz az ilyesmiről, csezd meg. Azzal te ne foglalkozz, te istenverte kurva pecér. Csak azt mondd meg, hogy hány cafkát tudsz nélkülözni, én pedig megmondom, hogy hány kell nekem. Kettőt oda tudok adni. Baromság. Baromság, nekem három kell. Három kell. Ide figyelj meg, kép. Három kellene neked 200 dollárért. Azt hiszem, meg fogunk egyezni. Meghívlak egy italra. Milyen messze van még az a város? Te már megint a szádat téped. Jobb, ha én nyitom ki. Az enyém legalább nem üdös. Departed or gone. They were waiting. When I thought that I just can't go on. Hagyjál már, te kurva! And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Jaj, de kényesek vagyunk! Szállj már le rólam! Figyelj, akkor a seggel te nem érezhetsz semmit! Yes, you. You must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Burke, hol van? Hol van Burke? Hol vannak a sátrak? Bart, állj csak meg! Burke, hol van Burke? Jeremy, megkép keres! Jó, jövök már! Hol vannak a sátrak? Miért nem állnak? Hol hogy vannak? Eddig? Elég sokat haladtunk. Hol vannak a sátrak?
A sátrak? A hölgyeknek? Teremtőm a sátrak. Tudja, uram, nem érkezett meg az anyag a tetőnek, ezért itt kellett elkezdenünk a munkát. Felállítjuk. Holnapra felállítjuk a sátrakat. Mára is készen lettünk volna, csak tudja, Rabira rájött a hasmars, úgyhogy nem sok hasznát vesszük a héten. Elég sokan elkapták Mr. McCain. Mrs. Dunn is. Mrs. Dunn is gyengélkedik. Szóval ezért úgy gondoltuk, hogy inkább az ivóval haladjunk. Az eső miatt egyébként sem könnyű sátrat állítani. Márpedig itt sokat esik. Meg a ponyvát a tetőre kellett terítenünk, hogy benne ázzunk. Úgy gondoltuk, hogy beszélsz, ez mégiscsak fontosabb, nem igaz? Na, én beszélek velük. Ki ez a csinos hölgy? Hagyja békén! Hé! Hagyják akkor! Elég legyen már! Mit akarsz? Nem hallottál? Hagyjál már! Jól van. Szemét! Don't turn on the lights. You can read their address by the moon. Remélem legalább fürödni tudunk majd. Igen, parancsoljanak. Erre. Jöjjenek. Arra van a fürdő. Jöjjön, kisasszony. Egészen a tetejére kell menni. Igen, igen, oda. Lovers like that, and besides, it would still be all right. Mit bámulnak? Nem láttak még szajhákat? Az ég áldja meg magukat. Rábi, magának nincs valami dolga? Senki egy ujjal sem nyúlhat ezekhez a hölgyekhez, amíg meg nem nyitunk. Ahhoz meg kellenek azok az istenverte sátrak. Nyomás visszadolgozni! Emeljék fel a seggüket, és akkor majd szórakozhatnak. Döntsék el, hogy szeretnének-e belekóstolni a mézes bödönbe, mert ha igen, ezek a lányok több trükköt mutattak, mint egy majom a vadszőlő indáján. Nem is fáj. Szép. Hey, Lili. Mi van? Így áll rá egy kupicával. Bármikor. Így jó lesz. Igen. Jó. Elnézést, hölgyeim, mindjárt visszajövök. Nekem budira kell mennem. Ha? Nekem budira kell mennem, és nem tudom tovább tartani. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me their song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Na hát, nagyon jól csinálja Puffy. John. Szólítson meg Kébnek, érteni fogom. Na. Nézze, szeretnék a barátja lenni, McCabe. És miért? Hát, mert csak mi ketten vagyunk igazi üzletemberek ebben a városban. Ez nem túl sok alap a barátsághoz. Lehet. Ugye maga katolikus? Nem. Ó. Nos, amint megláttam magát belovagolni a városba, tudtam, hogy magával számolni kell. Ez nagy marhaság, maga is tudja, Sihen. Úgyhogy bökje ki végre, hogy mi a fenének jött ide, és menjen el a tűzhely mellől, jó? A melegben büdösebb, mint szokott. Na, figyeljen ide. Én nem vagyok hülye. Maga sem hülye. Tudja, mi lesz a várossal, ha akkorára nő, hogy el tud tartani három vagy négy ivót is?
Na? Mi ketten társak lehetnénk. Mert ketten együtt távol tudnánk tartani minden idegent. Mert aki újívót akarna építeni a városban, annak tőlünk kellene majd engedélyt kérnie. Na, mit szól hozzá? Azért jöttem ide, hogy ne legyenek társaim. Időnként nem tud boldogulni egyedül. Néha muszáj egyességet kötni. Az egyesség nem zavar, a társakat utálom, ülje le. Ide hallgasson. Az elmúlt néhány hétben furcsa módon megkedveltem magát, úgyhogy szeretnék végérvényesen tisztázni egy istenverte dolgot. Igen? Sihen. Ha a béka tudna repülni, nem ütné be a seggét, nem igaz? De igen. Hey, mi bajod van? Hey! Hagyd már békén! Tetsz afta! Hadd adok én neked! It begins with your mouth, but soon it runs to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see again. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Fogd be! Honnan tudod, hogy ez nem Bart postárendelt, mennyasszonya? A fenébe csak ő lesz ez. Ájda! 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 Ájda, én vagyok! Bart Nicole! Ájda, szerintem ő a tiéd. Ó, te vagy Ájda! Gyere! Gyere, ugolj le! Segítek! Gyere csak, segítek! Csak ugorj egyet! Rendben! Jól utaztál? Hé, McCabe! Bemutatom Ájdát! Ájda, ő McCabe. Ő építi ezt az ivót. Gyere, megmutatom, hol fogunk lakni. Nem nagy szám, de már tervezem, hogy helyrehozom valahogy. Maga John McCabe? Igen. Mrs. Miller, Berpóból jöttem magához. Ez a magáé? Igen. Kocsma lesz? Kocsma és szerencsebarlang lesz. Azt mondta, hogy Berpóból jött hozzá. Asszonyom, mit tehetek önért? Ad valamit enni, mindjárt éhen halok. 6 óra hosszát zötyögtem azon a masinán. Bocsásson meg, még nem működik a konyhám, viszont felvihetem az étterembe, hogyha annyira éhes. Nagyon éhes vagyok, egy lovat is megennék. Sihennél úgyis azt fog kapni. Ez valami itteni humor? Oh,
Higgyétek el, egy igazi jól nevelt hölgyet azonnal fel lehet ismerni a járásáról. Úri lányok! Bizonyára! Azért megmarkolásznám! És mi hír Berpukban? Rég jártam már arrafelé. Hány férfi van itt? Érdekes egy város ez. Több mint 100. Nagyjából 125 férfi lehet itt. Ja, vigyázzon a szajam. Mit szólsz, Móli? Mi csodához? Semmit sem veszel észre? Nem. Zsihen! Zsihen! Jövök! Egy perc! Aha. Szóval társasága van. Hey. Mit tud adni vacsorára? Elf, hozz nekem egy asztalterítőt. Van szép pacal, és Mrs. Dunn most tette felfőni a ragút. Van még a báránytüke pörköltben? Nincs. Van viszont őszhús. Tojás van, friss tojás. Igen, az van. 4 tükör tojást kérek, mellé ragút, és egy erős teát. Erős teát, rendben. Megkép? Nekem a szokásos dupla viszkit és nyers tojást. Hozom. Sihen? Igen? A fiúknak is fizetek egy kört. Jó. Hey. Ha valami gazdag pasasnak akarja kiadni magát, akkor legközelebb ne ilyen olcsó kölnit locsoljon magára. Csöpög róla a szaft. Így jó lesz, köszönöm. Freddy Smalley vagyok. Bemutatom Simmons-t. Üdv! Nézze meg, Kép. Én kurva vagyok, és sokat tudok a bordélyházakról. Tudom például, hogyha lenne itt egy bordélyház, akkor rengeteg pénzt kereshetne. Nem is kell más tennie, csak adjon pénzt a házra. Én elintézem a többit, lesz gondom a lányokra, az üzletre, a kiadásokra, a működtetésre, a bútorokra, mindenre. És visszafizetem, az összes befektetett pénzt nem veszíthet. A hasznot megfelezzük. Hát, sajnálom, de már működik egy bordélyház a városban. Á, azok tramplik, nem kurvák. Én rendes bordélyházról beszélek, ahol tiszták a lányok, tiszta az ágynemű. És van higiénia. Hát, de én nem igazán hiszem, hogy errefelé sok érdeklődött találna az olyasmire. Mert még nem tudják, hogy milyen az. Higgy el. Ha lenne valaki, aki rendesen intézni az ügyeket, akkor legalább 2-szer annyit kereshetne, mint egyedül. Honnan veszi, hogy én nem gondoltam erre? Ezekben a sátrakban csak átmenetileg dolgoznak. Mit csinál, ha egy lánynak a lányok tetszenek? Hogy érti? Honnan tudja, hogy egy lánynak tényleg megvan-e a havibaja, vagy csak lógni akar? Mit csinál akkor, ha nem jön meg a havibaja? Mit csinál akkor? Ezeket el tudja intézni? Hát... Mit csinál a vendégekkel? Ki fogja kiszűrni a betegeket? Talán maga? Micsoda? Mert ha ezzel nem törődik, akkor a városban 2 héten belül kitör a járvány. Mit csinál akkor, ha nem megy az üzlet? Hagyja, hogy a lányok lógassák a lábukat?
Jobb, ha tőlem tudja, Mr. McKean. Hogyha egy kurvának hagyunk időt gondolkodni, akkor 5-ből 4 megtér az úrhoz, mert mi hívőnek születtünk. És utána az egyház zsebébe vándorol az a rohadt pénz, nem a magáiba. Nincs időm arra, hogy elüldögéljek valakivel, aki olyan buta, hogy nem ismeri fel a jó lehetőséget. Kötünk üzletet, vagy nem? Nos? Ha fene-fené teszik, akkor sem fogok megfürdeni. Magasról teszek arra, hogy... Nehogy eltűnjön! Az, tartsd erősen! Úgy. Ez az. Ide kell berakni? Igen. Ott jó. Jó. Mi a fenének ez? Tisztára mosni a valagunkat? Egészen Seattle-ből hozott ide lányokat. Igazi 5 csillagos szép nőket, úgy tudom. Akkor sem fog senki 25 centet fizetni egy fürdésért. Miért? Az nem is olyan sok. Bárpóban 35 cent a fürdő. Na és? Én ingyen sem fürödnék. Nem értem, miért tiltakoztok annyira a fürdés ellen. Nem tiltakozunk, csak nem szeretem, ha megmondják, mikor fürödjek. Mrs. Miller a hibás, ő találta ki. Na, Mr. McCabe, hogy néz ki? Nagyon jó. Megkérdezném Mrs. Millertől, hogy mikor jönnek az új szaják. Miért? Ezekkel mi bajod van? Álljon meg a menet. Azt hiszik, hogy hagyom, hogy egy cafka mondja meg nekem, hogy hogyan vezessem a bordélyházamat. Hát akkor rossz lóra tették a nyerget. Azok a lányok akkor jönnek majd, amikor én szólok nekik. Figyeljenek! Óránként 15 centet fizetek maguknak, miután nappal a bányában dolgoznak. És a cél az, hogy este ne kelljen mindig a saját markukra fanyalodniuk. Igaz, Berg? Igaz, Mr. McKean? Ti is hallottátok, fiú? Óránként 15 centet fizet nekünk, miután egész állónap a bányában dolgozunk. És a tél az, hogy este ne kelljen mindig a saját markunkra fanyalodnunk. Fogd már be, Jeremy! Nyissa ki! Beszélni akarok magával, Mrs. Miller. Kinyitná az ajtót? Nem! Na rendben. Én egyszerűen csak beszélni akarok magával. És ha maga zárt ajtón keresztül akar tárgyalni, nekem megfelel. Tudni akarom, hogy mikor érnek ide a lányok Seattle-ből. A fiúk most már építik magának a fürdőt, úgyhogy jogom van tudni. Én fizetem az utazásukat. Mi vagyok én? Bank? Ez az egész úgy csak viszi a pénzt. Nyűg az egész. Nyűg, nyűg, nyűg. Aj, felébe. Yeah, gyerünk, yeah! Gyorsabban, ne lezárjatok! Yeah, gyerünk, gyerünk! Yeah, yeah! Gyerünk, yeah! Yeah! Yeah, yeah! Mozgás, yeah, yeah!
Azt hiszem, a hölgyek magát keresik. Miért? Mi történt? A kocsiuk megadta magát, nem messze innen. A csomagok nagy részét már összeszedtem. Ró, Liping! Hozzátok a csomagokat! Szedjétek a lábatokat! Bemutatom a feleségem, Mrs. Washington. A nevem Summer Washington, a szakmám Borbe. Örvendek! Lil! Így meg sem mondanád, milyen szépek a lányok. Készíts fürdővizet, nyomás, melegíts vizet! A fene ebbe az időbe befagyott a seggem. A fiúktól is ezt szoktam hallani rólad. Azt ígérték nekünk, hogy itt majd egy szép ház is lesz. Még meg sem érkeztetek, már is csak nyafogtok, lányok. Gyertek, sorakozó irány a fürdőbe. Mosátok tisztára magatokat. Rólunk? Minek kellene nekem fürödni? Ja, és kínaiak, hogy én nem nyúlok. Jaj, Mézi, fogd már be. Kinek kellene ne szerinted egy kínaiakot? Ne járjon annyit, hanem kezdjetek szépen betkődni, és mosakodjatok meg rendesen. Mozogjatok, lányok. Jöhet a víz, Lil. Azt írta a levélben, hogy itt ház vár minket. Ez magának ház. Én sem mondanám háznak. Az az én mufom, Krisztintől loptad. 13 dollárt fizettem érte. Fogd be, Eunice, folyton csak panaszkodsz. Mit mondasz, Jack? Tartom, tessék. Tudjátok, mit hallottam? Azt hallottam, hogy az egyik lány, akit idehoztak, egy igazi kínai hercegnő. Tényleg? Szerintetek igaz, amit a kínai lányokról mesélnek? Néhogy mindenhol olyan kicsi. Pedig így van, komolyan gondolom. Azt hallottam, hogy ahogyan a szemük is felné. Tudjátok, hogy felné vágálni. Az egyik barátom. És azt mondta, hogy ez tényleg. És azt mondja, biztosan nem fagolod, hogy dolgozom. De jó a víz, úgy tisztul a test. Szakács lettem, nem vagyok már kurva. Ennyi tapasztalattal a hátad mögött nem igazságos ez. Minden rendben? Majd ennek a kezelését rábízom, de nagyon ügyes legyél. Gyönyörű lesz. A dél-amerikai bordélyházak egészen másak, mint az itteniek. Te jártál arra? Erre gondolt? Igen, még gyerekkoromban. Szóval azok egészen másmilyenek, egyszerű házak, nem is díszesek. Azok csak amolyan vályogviskók, kis vályogházak. És egész családok dolgoznak ezekben a vályogviskókban. Ezekben a családokban minden nő szalva. Mindenki? Igen, egészen fiatalon is akarok. Börg, merre van szóval? Oda be. Megfürdött? Baszolj, nem kuncsapként jöttem. Na. Börg! Engem keres, Mr. McCabe. Azt hittem, hogy maga dolgozik. Hát, ja, igen. A megrendelők azokkal nincs semmi baj, mert... Mennyibe kerül a kínai lány? Aláírhatom. $1.50. És Mrs. Millernek is ennyi a tarifája? Alaposan elolvastam mindent, úgyhogy $5. Pontosan azt fogja kapni... Igaz ez, Mrs. Miller? Micsoda? $5? Annyi. Maga látta? Ami Jézus Máriám, az rengeteg. A fenébe is, rendben, mehetünk. De ment az esze? Nem, megjön. Kerül, mert mindent egy helyről szerzünk be, és így árengedményt adnak. Ezért a saját jól felfogott érdeke, hogy eltegye ezeket a megrendelőket. Mert ha véletlenül valami gubanc van az áruval, akkor bizonyítani tudja, hogy maga rendelte. Csak meg kell mutatnia nekik ezt a papírt, és ezen itt áll az aláírásom, és másra nincs is szükség a megrendeléshez. Na, becsukunk. Persze, mi még maradhatunk. Hát, ha benéz valaki. Menjen csak, én elvacakolok még a kimutatással. Fingom sincs, hogy eszik-e vagy isszák.
14. 14 meg 8, az 14 meg 8, az 4 meg 8, meg a fenébe. Az Isten verje meg! Miért van ilyen tetves hangulatban? Azért, kedves Mrs. Miller, mert fizettem a bordélyház felépítését. Fizettem a fürdőt, amire nincs szükségem. Fizettem az utaztatást. Kifizettem a törülközőket, az ágyneműt és a beöntőt. Egy csomó mindent, amit a maga ócska cofkái még használni sem tudnak. És ma még egy üveg viszkit sem adtam el itt, és ez nem túlzás. Méghozzá azért, kedves Mr. McCabe, mert minden fickó ebben a városban vagy a maga fürdőjében áztatta magát, vagy a maga bordélyházában viháncolt. Én abból egy centet sem láttam. Már pedig a könyvelésem szerint nekem pénz kellene. A bordélyház és a fürdő bevétele. Az első napi rohanásban egyesek nem fizettek a fürdőért, de ez többé nem fordul elő. Na? Gondolom meglepi, hogy mennyi pénz van benne. A bevételeket miért külön oldalon vezeti? Hé, ne üsse bele az órát abba, amihez nem ért. Mennyi 23-ból 14? Mi? Jól hallotta, 23-ból 14. 9. 9 meg 16? 25. 5 meg 26? Nézze, asszonyom! Na, azt kell kiszámolnom, hogy valami mennyit hoz a konyhára, vagy hogy mennyit kell kifizetnem, megállom a helyemet. Nem eressze rám ilyen szemeket csak azért, mert gondolkodnom kell egy kicsit. Ha olyan marha okos, akkor azt is igazán tudhatná, hogy ha ajtót és ablakot is vennék a bordélyházra, akkor kétszer ennyi pénzt keresne. Vagy maga szeret úgy dugni, hogy a szél fütyül a seggel lyukába? Úgy beszél, mintha együtt fizetnénk az ilyesmit. Azért beszélek úgy, McCabe, mert maga túl kicsiben gondolkodik. Kicsiben gondolkodik, mert fél a nagy dolgoktól. De pénzt csak akkor kereshet, ha befektetni ismer. Ha úgy akarja leélni az életét, hogy ilyen csehókban veri a blattot, rendben, de én nem. Eljön majd az idő, amikor eladom magának az én fél üzletrészemet, elmegyek San Franciscóba és nyitok egy rendes fogadót. De addig se akarom, hogy egy kis beszarjalak elcsessze az üzletemet. Fogadót akar. Megnézném, hogy kiszállna meg magánál. Hé! Hey! Most meg hova a fenébe megy? Nyűg az egész. Nyűg. Millernek dolgozom. A feleségem, te rohadt szemét! Mutasd meg neki! Hogy merészesz ilyen kérdezni? Te szemét, rohadék! Jó, hagyjátok abba! Ne csináljátok! Szemét! Szétnyílt a koponyája. Vigyük innen be. Gyertek már, segítsetek bevinni! Fogd meg a lábát. Jó, én fogom. Óvatosan. Úgy, gyere. Vigyük. Óvatosan.
Újra kezdi? Azt hiszem. Nincs sok időm. Hé! Ki vitt el az üveg gint? Az? A szobámban van. Két! Két! Lehozom. Inkább te hozd le. Hol van? A párnám alatt van. A párna alatt van. Uh-huh. A fiát nem vihetitek fel. Na? Bármelyik percben itt lehet. Azért az üveg hogy állunk, kész vagy? A másik részét leszedtem. Túl édes lett volna a torta. Jó. Rá tudnád írni a nevét? Ráírod? Uh-huh. Rendben. Tetszik neked? Kész van. Szép ez a fehér és a rózsaszín a tortán. Így. Igen, nagyon szép. Köszönjük, hamarosan visszajövünk. Mr. McCabe? Mr. McKay? Elnézést. A nevem Sears, Eugene Sears. Mm. Nyugi, Sears, itt nem Sears. A Harris és Shaughnessy bányásztársaságtól jöttem. Szeretnék beszélni magával. Igen? Komolyan? Az igazság az, Mr. McCabe, hogy érdekelnek minket az itteni bányák. Hát, az igazság az, hogy szeretnék inni egyet. Velem tartanak? Mi szeretnénk meghívni egy italra. Várjunk csak, ganaj van a zsebében, vagy mi? Miért mondja, hogy mi? Ő a társam, Ernie Hollander. Kér egy italt, Ernie? Szívesen elfogadnám, de a gyomrom sajnos nem bírja. Értsen félre minket, Mr. McCabe. Hogyan, nincs mit félreérteni. Ha meg akarják venni a cinkbányát, csak rajta nem az enyém. Hé, Ravi, adjon nekünk egy üveggel. Hé! Hallottak már? Hallottak már a békáról, amit felfalt egy sas? Volt egy nagy öreg sas, ami lecsapott és lenyelt egy kicsi békát. A béka bekerült a sas gyomrába, és fent vannak magasan, magasan a levegőben, és elkezdett kifelé mászni onnan, és sikerült is neki. És a béka kinézett a sas seggén, és azt mondta, hé, sas! Azt mondja, hú, azt mondja, milyen magasan vagyunk. Mire a sas? Körülbelül 2-3 kilométer magasan lehetünk. Mire a béka azt mondja, ugye, eszedbe sem jutna leszarni. Ez jó, tényleg jó, Mr. McCabe. Meg is jegyzem. Nézze, Mr. McCabe. Maga is üzletember, mi is üzletemberek vagyunk, úgyhogy szeretnénk ajánlatot tenni magának. Megvennénk mindent, ami a magáé, uram. Rendben, mennyiért? Előtte rámutatnék néhány dologra. Előbb mondja meg mennyiért, utána oda mutogat, ahová úri kedve tartja. De mi a fenéből van ez a kabát? Fók a bőrből. A cég 5500-nál többet nem hajlandó fizetni. Hát az nem valami sok. Sien ivóját most vettük meg 6000 dollárért. A szobákkal és a béristálóval együtt. Akkor bizony jól átcseszték magukat. Ide hallgasson, Mr. McCabe. Ha magával nem lehet tárgyalni, azért kerestük meg, mert úgy hallottuk, hogy maga a város tiszteletben álló figurája. Akinek helyén van az esze, ugye érti? Értem. Tudja, ha a béka tudna repülni, nem ütné be a seggét olyan gyakran. Mi? Hát, ennél sokkal jobb ajánlatot is kaptam már. Tehát, hogyha üzletről akarnak velem beszélni, akkor vigyék az ajánlatukat egészen a csillagos égig, ahol a sas repül. Hé, Smalley, van itt, aki kártyázna velem? Mi a véleményed erről? Azt hiszi, hogy nagyon okos. Boldog születésnapot! Boldog születésnapot, Birdie! Bárja, gyere csak! Birdie-nek szülőnapja van? Igen. Egy perc és jövök. Te sütötted a tortát, Lili? Ez gyengé! Fújj, de nagy érjárulás kell! Jaj, de izgi! Lili, neked
Hogy milyen figyelmesek ezek a lányok. Ó, Mr. McCabe nincs még itt. Nem kellene megvárnunk a torta felvágásával. Ne foglalkozz vele. Nem hiszem, hogy ma este ideér, mert hogy oda van és piál. Kívánj már valamit. Kívánod is kell ám valamit. Rendben, lányok, kívánok mindjárt valamit. Na, mit kívántál? Mit kívántál? Nem, nem mondom meg. Nem mondom meg. Akkor nem teljesül. Ez az! Soha, soha életemben nem kaptam ilyen szép tortát. Lányok, annyira köszönöm. Köszönöm nektek. Megérdemlem. El se tudom mondani, hogy mennyire meg vagyok hatva. Annyira szeretlek benne. Hogy tudtátok egy titokban tartani, mondjátok csak el nekem, ha? Ügyesek vagyunk. Rajtam kívül mindenki tudott a tortáról? Persze. Jól van, csajok, tessék sorbán, és mindenki megkapja maga szeretett tortáját. Na, nyissa ki az ajtót, kérem. Ide hallgasson. Ne gondolja, hogy át tud verni engem a kölnyével, mert nem fog menni. Fürdött? Annyit áztattam magam, hogy csupa ránc lett a seggem. Nyissa már ki az ajtót. Felfordul magától a gyomrom. Nem tudta odatolni a képét annak a lánynak a születésnapjára? Mondani akarok valamit. Két okos tojás felajánlotta, hogy kivásárol engem. Minden kell nekik. Kit érdekel a vagyona? Hát, Harris és Shaughnessy, vagy mi 5500-at ajánlottak. Vegye le a kalapot az ágyról. $5500 nem rossz, Mrs. Miller. De én nem hagytam magamat. Nemet mondtam, és mentem a dolgomra. Hát, egye őket a fene. Mert tudja, ezután visszajönnek, majd egy jobb ajánlattal. És a maga részesedése belőle, hát majd meglátjuk. Na ne. Mit mondod? Tudhattam volna. Ha? Elküldte a Harris és Shaughnessy. Tudja, kik azok? Persze, hogy tudom. Imádkozzon, hogy visszajöjjenek. Ezek golyót röpítenek a fejébe. Az egészségedre. Lassan, az ünnepod következik, ugye? Mr. McCabe van benne nála? Honnan tudjam? Egyszerre egy lány is elég. Ebben nincs kockázat. Két úriember várja lenn Mr. McCabe-et. Oda bent van. Igen. Uraim, Mr. McCabe azonnal jön. Itt nyugodtan megvárhatják. Erre költi a bevételét, sírjam? Igen. Na, uraim. Ó, Mr. McCabe. Kérnek szivart? Nem, nem, köszönjük. Mr. McCabe, Mr. Hollander... Tessék, tegye. Tegye csak el. Őszintén szólva csodáljuk magát, amiért kiáll a saját érdekei mellett. Ernie, akarod te? Nem, mondd csak te nyugodtan. Azért kerestük meg, mert új ajánlatot tennénk. Emlékszik még az ajánlatunkra? Majd mire? Nem. 5500-at ajánlottunk. Nyilván ezért nem emlékszem. $5500. Ernie-vel rá tudjuk venni a céget, hogy tegyen hozzá még $750. Az úgy 6250 lenne. Viszont azonnali választ várunk. Ez esetben az azonnali válaszom az, hogy nem.
Elnézést, ha közbeszólhatok. Mr. McCabe, szólíthatom Johnnak. A fiam is John hasonlít magának. Igen. Maga nagyszerű munkát végzett, felépített egy virágzó vállalkozást. A mi segítségünkkel a munka most busásan megtérülhet. Az Egyesült Államok legbiztonságosabb cégét képviseljük. És maga elküld minket. Nos, őszintén szólva nem értem. Gondolom, mondanom sem kell, hogy egyesek nagyon zokon fogják venni a válaszát, ha érti, mire gondolok. Hát, annyit értek, hogyha egészen idáig eljöttek azért, hogy rávegyenek egy magamfajta embert, hogy adja el mindenét, akkor annak nyilván jó oka van. És azt is gondolom, hogy az a jó ok megérhet 14-15 ezret. De inkább jöjjenek be holnap reggel az Ivonba, és majd ott megbeszéljük a részleteket. 8 óra megfelel? Blanche, Birdy, gyertek csak ide egy kicsit. Igen, már is megyünk. Bemutatom nektek Mr. Sears-t és Mr. Hollander-t. Aggondjaitokra bízom az urakat. Jó szórakozást, uraim, remélem nem fognak csalódni, mindent én hallok. Nem. Hölgyeim, még nem is vacsoráztunk. Elnézést. Nem. Nyissa ki, Konstanz! Konstanz! Nyissa már ki! Nem ismertem olyat, aki ilyen gyakran bezárkózott volna. Nem, kérem. Nagyon sajnálom, de nekünk megbeszélni is. Hogy tetszik rajtam? Igen, gyönyörű. Mi az? Nézzétek, nem akar játszani. Örni, megyek. Elnézést, de még nem bocsánatunk. Tudja, ha valaki licitálásba bonyolódik, annak fel kell ismernie a blöfföt. Nem megmondtam, hogy visszajönnek még? Megmondtam. Néha napján... Megbízhatna bennem, Konstanz. Akkor minden könnyebb lenne. Majd meglátja. Vajon meddig mennek el? Nem tudom. Holnap reggel majd elválik. Furcsa kis nő maga. Néha rendkívül kedves, máskor pedig... Megkötjük az üzletet. Elég lesz, ha még egy ezrest hozzáteszünk. Elfogadja. Meg tudjuk győzni. Még 750 dollárral megkötjük az üzletet. Az 6250... Én nem hinném. Nincs hozzá agya. Átadom az ügyet Jake-nek. Ugyan már, ne add fel ilyen könnyen. Ide hallgass. Ha azzal akarod tölteni a napjaidat, hogy észre téríts egy bolondot, az a te dolgod. Én viszont indulok vissza. 17 év után többet érdemelnék annál, mint hogy elküldjenek egy ilyen agyalágyulthoz. Lehetetlen alak. Igen, igazad van. Megpróbáltuk. Szerinted nem romlott ez a hús? Más sem hiányzik, mint egy kiadós hasmars egy ilyen úton. Te már megint itt vagy, ronda dög. Takarodj! Szia! Hogy van? Szörnyen! Elájult!
3 órája nem tért magához. Uram, atyám, képzeld, Bart Coy tegnap éjszaka beverte a fejét. Tényleg? És hogy van? Nagyon rosszul. Folyton elájul. Azt hiszem, betört a feje. Jó reggelt, Rabbi. Nyisd ki, kérlek, azt a szilva befőttet, amit Portlandből hozattam. Adj neki valamit. 3 személyre kértem. De a másik 2 nem jön. Az a 2 fickó tegnap elutazott. Pedig maga megmutatta nekik, hogy nem egy tuskóval állnak szemben. A mindenható Isten, aki látja a bűnös tetteket, kardjával lesújt az álnok emberekre, és hagyja bűzlő húsukat rothadni a mennyország napja alatt. Mégsem küldi lelküket örökre a pokol tüzére, hanem elfogadja vezeklésüket elkövetett bűnükért, és így ők is bebocsátást nyernek a mennyei királyságba. Ámen. Unbroken by the last of foes, asleep in Jesus, oh how sweet to be for such a slumber meet with holy confidence to sing that death. Is venom's sting. Asleep in Jesus, time nor space divorced this precious hiding place on Indian plains. Ugye nem akarod emelni hozzá? Mondtam, hogy nincs miért aggódni. Magánál van a pisztolya? Igen. Mintha számítana. Mit akarsz? Nem akarok én semmit. Akkor mit keresel itt? Azt hallottam, hogy a magáé a legjobb bordélyház a környéken. Én pedig régóta vágyom egy formás segre. Hát, akkor gyere, mutatok néhányat. Fő, megéheztem. Mi a fene ez? Harszívó szőnyeg tisztító. Na hát. Ki legyen a következő? Nekem megvan a bajom. Melyikünket választod? Nekem édes mindegy. Mindenkire sor kerül. Aha. A bolond? A fenébe. Ha
Blanche, meghoztam a mai postát. Ez itt Mrs. Miller. Oh, ez biztosan az jó, új alsó szoknyám. Nem véletlenül van magának jó híre. Mi ez? Levél jött nekem. Ez nekem jött. Ezt felviszem Mrs. Millernek. Mr. McCabe, vannak nála. Akkor itt hagyom. Nekem nagyon fáj. Talán kicsi vagyok. Nem lehet? Nem, csak meg kell tanulnod lazítani. Azt hiszem, ez jó lesz rád. Állj csak fel, gyere. Próbálj meg közben valami másra gondolni. Jó? Nézd a falat. Számold a rózsákat a tapétán. Mit csinálsz? Ne légy szégyellős. Tudod, ez nem jelent semmit. Még az is lehet, hogy megszereted majd. Bártal is ment a dolog, nem igaz? Igaz? Te tényleg kicsi vagy, pont mint én. Hozok tűket. De Bártal muszáj volt. Kötelességem. Fordulj meg. Nem kötelességed volt. Így fizetél az ellátásodért. Itt is az ellátásodért fogsz fizetni. De még félre is tehetsz belőle. És nem kell mosnod másra. Ez még jobb is. Ne aggódj, remekül meg leszel itt. $1. És emelek. Megadom. Te tudod? Előbb nézd meg a kártyáimat. Mutasd. Én terítek. 3 ászom van. A fenébe, lefogadom, hogy láttad alapjaimat. Nem, csak tudod, fogadni tudni kell. Új parti? Rossz helyettem, légy szíves. Mi az alaptéte? Figyelj, Dexter, lemegy ma a szekérrel a völgybe. Mi közön van hozzá? Még mindig nem késő, be lehet szállni az ottani üzletbe. Sheehan szerint idefent már nincsen pénz semmiben. Valakinek körül kellene ott nézni. Le kellene mennie Websterrel. Az üzlettársa vagyok, hallgasson meg! Mit akar kezdeni ezzel a bányatársasággal? Minek üti bele ebbe is az orrát? Smalley éppen most beszél a lelkükre. Ide hozza őket, és üzletet kötünk. És ha nem mennek bele? Akkor nem kötünk üzletet, hanem iszom egyet. Velem tart egy italra. Ne foglalkozzon másokkal, meg sem fogják tudni. Webster befette a szekerét, ponyvát terített rá, senki nem fog belátni a ponyva alá, senki nem fogja megtudni. Különben is. Miért kellene elszámolnia nekik, amikor magáé ez az egész istenverte város, a magáé? Nézze, Constance, köszönöm szépen, hogy aggódik értem, de nekem nem kell félnem semmitől. Elvégre nekik kell üzletet kötniük, és nem nekem. Nagyon sajnálom őket, értse meg! 20 éve dolgoznak a cégnek, mégsem tudják, mit tegyenek. A cég elküldte őket, hogy kössenek üzletet megképpel. Addig vissza se menjenek. Hogyha egy ilyen magamfajtával nem bírnak, azt én nagyon sajnálom. Komolyan, őszintén nagyon sajnálom őket, és tudom, mit csinálok. Higgyen nekem, Constance!
Tudom, mi csinálok. Akkor miért hordja magával azt a rohadt puskát? Marhaságokat kérdez. Kér inni, vagy nem? Szóval, azt mondták, nincs miről beszélni. Ki mondta? A neve Butler. Majd 2 méter a rohadt anyját. És ide hívta őket hozzá? Igen, de azt mondták, Sheehanhez mennek. Smalley, adjon nekem néhány szivart. Ezek nem fognak magával üzletet kötni, azért kapják a pénzt, hogy megöljék. Megkép, ha azt akarja, azt mondom, hogy... Köszönöm. Nem kell megtudniuk semmit, azt mondom majd mindenkinek, hogy más dolga van, hogy tárgyalni ment. Hát, ha egy férfi olyan bolond, hogy egy nővel üzlete, akkor gyávának tartják. Tudjátok, hol van itt a pénz? A kínai negyedben. Odalent a kínaiaknál. Egy pillanat. Odafent Kanadában mostásnak egy új alagutat, csak ferdeszeműekkel dolgoznak. Új robbanóanyagot használnak, fantasztikus cucc. Odaadják a sárgának, leküldik, az kirobbant 45-50 tonna követ, és egy kínaival kevesebb. Tudjátok, mi a büntetés egy kínai haláláért? $50 maximum. De ha a munkafelügyelő nekünk dolgozik, 5-ből 4-szer balesetek veszi. Ugyanezt lehetne csinálni itt a cinkkel. Csak egy doboz robbanószert kell adni egy koldusnak, le kell küldeni, le a tárnába, és megvan a cink. 65 cent tonnánként. Maga Butler, igaz? És? John McCabe vagyok. Lenne egy kis megbeszélni való. Kér egy szivart? Igen, kérek, de van saját. Tessék, vegyem. Bemenjünk a bárba, hogy ne zavarjanak? Itt is megfelel. Így is, jó. Jó, van. Sián, hozzon egy üveggel, kérek. El! Nos, tehát az üzlet. Tudja... Amikor a két úriember megtette az ajánlatát, akkor elég sok mindent nem vettünk még figyelembe. Mennyit ajánlottak? Hát, $5,500. Hozzátettek még 750-et, így lett 6,250, de a vége csak ennyi. Ezt értem, de maga mennyit kért? Nos, odáig még nem jutottunk el, de... Talán említést tettem 10-12 ezer dollárról, hogy legyen miből alkudniuk. Meg, hogy értelmesen beszéljünk. Jó, de maga mennyit akart kapni? Hát, az attól függ, mert tudja, az összes vagyonomat akarták. 8 ezeret. $8,000. Vagyis 7500-at. Körülbelül. Nagyjából. Akkor nem jártak messze ettől. Hát nem, éppen ezt akartam elmondani, hogy nem tudom, mit értettek az összes vagyonomon. Az összes vagyonomba beletartoznak a lovaim, a ruháim, az alsó neműjébe. Nem tudom. Igazság szerint hajlandó vagyok belemenni a 6250-be, hogyha nem számít bele a személyes holmim a dologba. Valamint persze akkor, hogyha az árukészletet külön veszik meg. És az mennyi? 350. 300. 300. Az elég. Tehát egyszer 300, meg 6250, az...
6550, igen. 6550, legyen kerek 6500, és részemről áll az üzlet. Én nem kötök üzletet. Mit keres itt, hogyha nem köt üzletet? Én medvére vadászok. Azt hallottam, sok itt a medve. Menjen már! Na hát. Medvére. Nem a Harris és Shaughnessynek dolgozik? Nem csak nekik. Annak, akinek nem megy az üzlet. De én éppen ezt akartam mondani. Hogy lehet üzlet. Velem nem. Akkor kénytelen leszek megkeresni ezt a Sears nevű fickót. Na viszlát, fiúk. McCabe? Igen? Hívták magát Puffinak? Régen, miért? Egy barátom barátja volt, Bill Rountree. Maga ölte meg? Együtt pókereztem vele akkor, de nem én öltem meg. Azt mondja a barátomra, hogy hazudik? Én ilyesmit nem állítottam. Bill Rountree-t csaláson kapták. Elővette a pisztolyát, és lelőtték. 10-ig számolok. Ha nem lesz a hídon, mire a végére érek, akkor nagyon zabos leszek. Jó. Csak szeretném, hogyha tudnák, fiúk, hogy nincs nálam fegyver. Pedig, gyere ide! Ki a fene az a Bill Rountree? Hát, nagyon híres ember volt. Ki mondta, hogy ez lőtte le? Mindenki azt terjesztette róla, hogy ő lőtte le. McCabe? Ez az ember nem ölt meg senkit. Úgy beszélt, hogy bolondot csináljok magamból. Na, majd meglátjuk, ki a bolond. A rohadékok. Soha nem találtam itt a helyemet. Utálom, amikor magát tapogatják. Komolyan mondom. Néha le sem tudom venni a szememet magáról, csak nézem és nézem. Úgy szeretném érezni, ahogy hozzám simul, hogy majd felrobbanok. Sokféleképpen próbáltam ezt már elmondani. Ha csak egyszer lenne hozzám kedves, akkor is, ha nem fizetek. Azt hiszem, hogy én legbelül igazi költő vagyok. Ugyan, én költő vagyok! Csak nem írom le a verseket, nem vagyok művelt, van annyi eszem, hogy meg se próbáljam. Még kimondani sem tudom. Ha egyszer hagyná, hogy én irányítsak, akkor... Megfagyasztja a lelkemet, ahogy mondtam. Megfagyasztja? A fenébe! Jó szórakozást! Érezze jól magát! Kit érdekel? Ez az én szerencsém, hogy az egyetlen nő, aki valaha érdekelt, éppen egy kurva, de soha nem adtam az ilyesmire. Azt hiszem, nekem csak kurvák jutnak.
Elnézést kérek. Ez a Eugene Sears nevű fickó még itt van. Ma reggel elutazott. Volt vele egy másik fickó is. Bizonyos Örné. Mr. Hollander. Hollander, igen. Itt van még esetleg? Nem, ő is elutazott. Értem, azért köszönöm. Clement Samuels ügyvéd. A törvény szava az olyan kis embereket védi, mint maga. Ingyen a szolgálatára állok. Ingyen? Jól hallotta. Nem kell fizetnie. Megtiszteltetés lenne Washington állam következő szenátorának, ha képviselhetné az ön ügyét. Nos, ez nagyon kedves magától, nem is tudom, hogy mit... Nézze meg, Cade! Amikor kimegy valaki a vadonba, és puszta kezével létrehoz egy kis vállalkozást, amit becsben tart, aminek gondját viseli, akkor nekem elhiheti, hogy egyetlen rohadék sem veheti el tőle erőnek erejével. Igazam van? Ez... De még mennyire, hogy igazam van? Vegyük ezt a Harris és Shaughnessy céget, ami részvénytársaság. McCabe. Gondolja, szeretnénk, hogy a részvényesek és a közvélemény abban a hitben éljen, hogy a társaság áthágja a törvény adta kereteket, amikor azzal építettük fel ezt az országot? Meg kell törni a monopóliumokat. Ez az alapja egy igazságos társadalomnak. Higgye el nekem, McCabe, hogy a szabad vállalkozások rendszere működik, és ezen belül védelmet nyújtunk a kis és nagy vállalkozóknak egyaránt. Értem, de én csak nem akarok meghalni. Amíg meg kell halni a szabadságért, az nem szabadság. Már látom is a cikket a Washington Post címlapján. William Jennings Bryant arcképe mellett. McCabe visszaüt a kis emberek nevén. Maga híres ember lehet, McCabe. Még William Jennings Bryant is vacsorára fogja hívni. Nem is tudom. Igazi hős lesz. Ugyan. Magasról lenéz rájuk, amitől nekik összeszorul a gyomruk. De... Mit teszünk? Hívjuk a sheriffet, és aztán... Nem? Arra nincs szükség. A bíróságot hívjuk segítségül. Tehát, hogyha jól értem, akkor megjelentetjük az ügyet az újságban, majd bíróság elé visszük, és akkor ugye nem tehetik meg, hogy megölnek. Igazam van? De még mennyire, hogy igaza van. Azok után egyetlen hajaszála sem görbülhet meg. Minden ember életében eljön az a perc, amikor tűzbe kell tennie a kezét, és ki kell állnia. Mi a csodáról beszél? Arról beszélek, hogy megtörjük ezeket a monopóliumokat. Erről beszélek. Valakinek meg kell védenie a kisvállalkozókat, és az én leszek. Constance, nekem is vannak elveim, annak ellenére, hogy ilyesmiről soha nem beszélünk. Magának ez semmit sem jelent, engem tisztelnek a városban. Mit jelent magának ez a város? Jobb lesz, ha eladja! Adja el és költözön olyan helyre, ahol az emberek civilizáltak. Elkapják meg kép. Elkapják. És annak rettenetes vége lesz. Ugyan, kislány, nem lesz nekem semmi bajom. Ne szólítson engem, kislánynak, engem maga nem érdekel, csak adja meg az 1500 dollárómat, ha maga nem köt üzletet velük, akkor majd kötök üzletet velük én. Üzletet köt.
nem tud üzletet kötni. Hiányozni fogsz. Szia. Ti is hiányozni fogtok. Jó utat. Vigyázz. Köszönöm. Szia. Jó figyelés. Üdvözlöm Mrs. Millert. És megkérem. Ja. Vigyázz magadra, Stevie. Érzem veled. Légy óvatos. Az leszek. Visszavárunk. Visszavárunk. Szia, Szabó. Szia. Vártatok már, lányok? Ó, megyünk be. Szia, Cowboy. Gyere majd. Nem akartam eltalálni. Nem eltalálni kell, hanem elsüllyeszteni. Tarts szünetet! Miért? Tarts szünetet a lövészetben, nehogy eltalálj! Akkor tűnés a hídról, te csavargó! Zoknit akarok venni, hosszú még az út. Talán baja van a zoknidnak? Csak elhasználódott, miközben a szajhák után futkostam. Jó kis csajok, jártál náluk? Vedd le a csizmát, hadd nézzem! Á, ne viccelődj! Azt mondtam, hogy vedd le a csizmád, és mutasd meg! Azt már nem. Miért van nálad fegyver? Csak úgy hordom. Soha nem találok vele. Akkor meg mi értelme van? Milyen fegyver az? Colt. Az jó pisztoly. Az enyém is az. Biztosan baj van vele. Velem van a baj, nem tudok lőni. Mutasd csak meg. Mutasd. Talán meg tudom javítani. Jó. Constance. Magánál szebb nőt nem ismertem. És soha semmi más nem akartam, mint hogy mosolyogni lássam. Rosszul fogalmaztam, bocsánat. Tudja... Nem is tudom, mi ez. Azt hiszem, senki sem állt még hozzám ilyen közel. Igen. Hé! Hey. Jöjjön a takaró alá. Na? De, Constance! Jól van, nem kell mondania semmit. Bocsánat.
Gyere.
Az az én puskám. Visszaadná, kérem? Ez itt Isten háza. Jó, jó. Én már megyek is. Csak kérem a puskámat. De engem meg akarnak ölni? Kifelé!
Tűz van! Tűz van! Tűz van! Kigyulladt a templom! Tűz van! Tűz van! Ég a templom! Kigyulladt a templom! Sien! Tűz van! Tűz van! Tűz van! Ég a templom! Kigyulladt a templom! Tűz van! A templom! Mit üvöltözik ezt? Vindi! Mi a baj? Tűz van! Mi a fene folyik? Mi lehet már megint? Ég a templom! Uram, atyám, kigyulladt a templom! Vindi! Igen? Szaladj gyorsan és hozd a templomhoz azt a tűzoltó masinát! Rendben! Mi a fenét csinálsz itt? Ti ketten! Nyomás felöltözni! Csinált. Ti meg törjétek sok jeget! Nyomás!
Traveling lady, stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Well, I live with a child of snow. When I and I fought every man for her until the nights grew cold. She used to wear her hair like
except when she was sleeping. And then she'd weave it on a loom of smoke and gold and breathe it. And why are you so quiet now, standing there in the doorway? You chose your journey long before you came upon this highway. Szerkesztő Lajos Géza. Magyar szöveg Dudik Anna Mária Éva. Hangmérnök Beke Tamás. Vágó Vünns Attila. Gyártásvezető Farkas Márta. Szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront a Magyar Televízió RT megbízásából a Vidár Team készítette. Not your love.